578 körös alapverseny, egy kicsit így elemezzük ezt a mostani harmadik válogatót, amit megnyertél két ezüst után. Nagyon örülök annak, hogy ugye a harmadik válogatóra is így ilyen jó formában tudtam versenyezni, hiszen ugye nem ez volt a harmadik verseny az évben, hanem már előtte is volt két nemzetközi verseny is, illetve ugye az első két EB válogató, tehát hogyha kiszámoljuk, akkor ez már az ötödik volt, amiben szerintem nagyon jó formát tudtam hozni, mindegyik versenyen nemzetközi szintű eredményt tudtam lőni, döntőbe kerültem, érmet szereztem, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra is, hogy most is sikerült ilyen jól versenyezni, és ilyen jól megtartanom a formámat. Remélem, hogy ez majd a világkupán és az Európa-bajnokságon is így fog majd megmutatkozni. Az alapversenyben elért eredményed az nemzetközileg mire lehet jó? Azt gondolom, hogy az 578 kör, ez bőven elég arra, hogy bárhol döntőbe kerüljek, akár még az olimpián is, hogyha megnézzük a 2020-as eredményeket, illetve 21-es eredményeket, akkor 577 kör volt a döntőnek az alja, tehát akkor ezzel az eredménnyel is döntőbe lehetett volna kerülni. Az mivel magyarázható, hogy itt ebben a döntőben most nagyon kérdés nem volt, hogy te leszel a győztes, tehát nagyon magabiztos voltál, hogy készültél erre? Sikerült úgy lőnöm a döntőben, mint ahogy a legutóbbi nemzetközi versenyemen, amit ugye sikerült megnyernem az ISSZ-ot nagy díjat. Most is ugyanazt a technikát tudtam alkalmazni, ugyanúgy tudtam koncentrálni, és ugyanúgy tiszta fejjel tudtam végiglőni az egész döntőt, ezért születettek ilyen sok és nagy belső tízesek. Ezt akartam épp zárásul, hogy volt itt 10-9-es is bőven. Mi ez a technika egyébként? Tehát légzés technika, egyszerűen a lövész technika, pszichológia? Pszichológiai teljesen kitisztítanom a fejemet, és csak a feladatra koncentráltam, semmi más külső tényező nem befolyásolt, sem a fény, sem a többiek, sem a hőmérséklet, semmi nem zavart, pedig elég népes nézőtábora volt a döntőnek, de szerencsére ezeket nem nagyon tudtam észrevenni, és inkább csak arra koncentráltam, amit én csináltam. És akkor most a másik téma, egy kicsit új szabályok volt, már két verseny, meséld el, hogy pontosan mik a tapasztalataid. Azt gondolom, hogy az új szabályokon még van mit csiszolni, van mit finomítani. Erről így a lövők között is beszélgettünk, hogy mi nem tetszik. Azt gondolom, hogy ezeket mindenkinek meg kell szokni, hiszen ezen mi nem tudunk változtatni, hogy most új szabály legyen, vagy a régi szabály maradjon. Alkalmazkodni kell a körülményekhez. Azt gondolom, hogy ezek a szabályok megszokhatóak egyébként. Szerencsére a döntőben is többször sikerült már kipróbálnom őket. Az alapversenyben nincsenek nagy változások, inkább csak a döntőben, de az is szerintem teljesen élhető. Akkor is, ha sokan azt mondják, hogy itt azért a szerencsefaktor is igencsak belejátszik a két négyes csoportban? Sajnos igen, ezen gondolkodtunk, hogy lehet trükközni, hogy ki melyik csoportba kerüljön. Talán ezen majd változtatnak, hogy ne legyen ennyire szerencse kérdése, illetve a döntőben a lövések is attól függenek, hogy én hány pontot kapok, hogy a többiek miért lőttek. Tehát volt olyan, hogy én kaptam 4 pontot úgy, hogy még 10-es sem tudtam lőni, máskor meg egy gyenge 10-essel 1 pontot kaptam, mert a többiek jobbat lőttek. Talán ezen majd egy kicsit elgondolkoznak és változtatnak majd rajta. A ritmusa ennek az új lebonyolításnak milyen, amikor 10 sorozat van, aztán utána akik még ott maradnak, akkor még 5 lövés is van. Ugye még nagyon gyerekcipőben jár, tehát még a két versenyen is teljesen eltérőek voltak. Hiába voltak hasonlóak, hiába volt a szerkezete ugyanaz, mégis voltak olyan különbségek, hogy például amikor nem az én csoportom lőtt, akkor az első versenyen nem tarthattam célra, nem melegíthettem be, míg a másik versenyen erre rájöttek, hogy hát a másik 4 lövő addig csak kücsörök fél órát, úgyhogy ezen változtattak, talán majd egy kicsit észreveszik, hogy mik a hiányosságok, és ezeken változtatnak. Számodra itt 2022-ben mi a legfontosabb, hiszen most lesz ez a norvégiai Európa-bajnokság, még lesz előtte országos bajnokság, 100 halombattán, nem beszélve arról, hogy lesz idén világbajnokság is. Szerencsére ebben az évben nagyon jól el vagyunk látva nagy és nemzetközi versenyekkel. 2 Európa-bajnokság lesz, számtalan világkupa, illetve ott lesz még a világbajnokság is, úgyhogy ezekre készülök gőzerővel. Motiváció az olimpia után ismét a régi, hogy milyen állapotban vagy? Azt gondolom, hogy a következő motivációm az a következő olimpia, szóval egyáltalán nem törött le a lelkesedésem, és mondjuk úgy, hogy már csak 2 év van Párizsig, vagy 2,5 év, úgyhogy erre készülök, és ez jár a fejemben folyamatosan.